A nagy kép az, hogy tulajdonképpen a térségben nincsen olyan állami tényező, amely akarna vagy képes lenne Izrael állam ellen háborút viselni. A nyilvános elismerés az ugye nem történt meg, ami elég nehéz is, hiszen a nyilvános elismeréshez az is kellene, hogy egy államnak meglegyen a nemzetközi jogilag meghatározott területe, és itt ugye megszállt területekről van szó, amely fölött a nemzetközi jog nem ismeri el az izraeli szuverenitást. Nincs olyan izraeli állampolgár, és nincs olyan zsidó, talán világszerte sem, aki azt mondja, hogy Jeruzsálemet mi feladhatjuk. És ugyanúgy ezt mondom, hogy nincs olyan, nem is csak arab, hanem muszlim, szerte széles, 1,8 milliárd emberről beszélünk. Nincs olyan muszlim, akinek azt lehet mondani, hogy hát figyeljetek, nem tudjuk garantálni, de nemzetközi ellenőrzés alá tesszük, és aztán hát majd meglátjuk. Kétállamos megoldás nem tud lenni, nem lehet. Egyszerűen azért, ha formálisan közelítjük meg, ugye a Montevideói Egyezmény szerint az állam elsődleges ismérve a terület. Na most itt már nincsen egybefüggő terület. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztelettel köszöntöm a Mandiner Világrend műsorának eheti nézőit, hallgatóit. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner munkatársa. A Scruton kávéházba ülünk szokásos helyszínünkön, és az eheti témánk az ugyanaz, mint az elmúlt három héten, amit megbeszéltünk, hiszen ez most a reflektorfényben lévő nagy konfliktus a világban. A gázai, vagy úgy tetszik, izraeli háborúnak a geopolitikai elemzése. Hogyha nagyon le akarom szűkíteni a mai témánkat, akkor úgy fogalmazhatnám, hogy a hatalmi átrendeződések a háború hatására a Közel-Keleten. Tiszteletre köszöntöm vendégemet, Rózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, Világgazdasági Intézet munkatársát. Köszönöm, Erzsébet, hogy eljött hozzá. Jó napot kívánok! És ha már itt elmondtam a témát, akkor ön számára se túl nagy meglepetés, de mégis egy múltból indítandó kérdéssel kezdenénk, ez pedig az, hogy itt azért a elmúlt 70 évben már egy fél tucat arab-izraeli háború zajlott. Ez a térség már nagyon jól ismeri sajnos generációkon keresztül a véres áldozatokat. Ez a háború mennyiben különbözik, és milyen tényezőkben különbözik a korábbi háborúktól? Tehát én is köszönöm a meghívást. Sajnos szomorú az alkalom. Tulajdonképpen, hogyha ezeket az elmúlt évtizedeket nézzük, és mondjuk 1948 Izrael állam megalakulásától kezdve, nézzük az arabok és előbb a zsidók, majd az izraeliek, az Izrael állam küzdelmeit, akkor egy ilyen szűkülő perspektívát látunk, hiszen az első nagy háborúkat 48-49-ben, ami Izrael megmaradásáról szólt, 1967-ben, ami arról szólt, hogy milyen területei lesznek Izraelnek, majd az 1973-as háborút, aminek pont 50. évfordulója van most. Ha ezt nézzük, akkor az első háborúkat arab államok vívták Izraellel. Több arab állam próbált szövetségben fellépni, nem sikerült. És ahogy telt múlt az idő, ezek a háborúk, vagy inkább én egyre inkább fegyveres konfliktusoknak nevezném, egyre inkább az arab oldalon megjelenő tényezők egyre szűkebb körűekké váltak, és egyre nemzetközi jog szempontjából meghatározhatatlanabbakká váltak, hiszen ha azt említjük, hogy a 2006-os libanoni háborúban Izraelnek igazából nem Libanon állam volt, legalábbis az első pillanatoktól kezdve az ellenfele, hanem a Hezbollah, amely miközben egy iszlamista szerveződés, miközben katonai akciókat is végrehajt, eközben azért évtizedek óta immár bennül az izraeli parlamentben, parlamenti pártként, sőt, libanoni parlamentben, sőt, libanoni kormányban is. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen félállami tényezőnek nevezhetnénk, de ha most a mostani területekre, azaz Cisziordánia, Kelet-Jeruzsálem, gázai övezetre koncentrálunk, akkor ott egyre inkább azt látjuk, hogy előbb hagyományosan történetileg a palesztin felszabadítási front, még az oszlói megállapodás előtt, ugye, amely egy abszolút szekulárisnak tekinthető csoportoknak az ernyőszervezete, Yasser Arafatra az idősebbek közül sokan emlékeznek, volt az ellenfél, egy nemzeti felszabadításért küzdő szekuláris mozgalom,
És tulajdonképpen, amikor a Hamász megalakul a 80-as évek végén, akkor tulajdonképpen még olyan jó ötletnek is tűnik stratégiailag, hogy osszuk meg a palesztinok sorait, és akkor támogassunk egy teljesen más ideológiai alapról induló szervezetet, ami a Hamász. És miközben az oszlói megállapodásban a palesztinokkal ugyan blokk egyezik meg valamilyen szinten Izrael állam egy korlátozott önkormányzatiságban, eközben mára, ugye pont a mostani cselekmények, szeretném mondani, csak látszólag, de a mostani cselekmények, mintha immár csak Gázáról szólnának, mintha immár csak a palesztinokról szólnának. Ez azért egy kicsit félrevezető. És mi a nagy kép akkor? A nagy kép az, hogy tulajdonképpen a térségben nincsen olyan állami tényező, amely akarna, vagy képes lenne Izrael állam ellen háborút viselni. És összefogva, ez lett volna egyébként a második kérdés, hogy Iránra vonatkozott volna a kérdésem, de már megtetszett válaszolni. Tehát akár szövetség, összefogva akár sem. Tehát ahhoz kell egy közös érdek. Mára minden állam számára nyilvánvaló, sőt, én meggyőződésem, hogy a Hamász legradikálisabb szárnyának a vezetőinek a számára is nyilvánvaló, hogy Izrael állam ott van és ott is marad, Izrael államot nem lehet legyőzni. Izrael államnak lehet veszteségeket okozni, lehet áldozatokat, nem tudom, mi lenne ez a jó ige, de okozni Izraelben halálos áldozatokat akár, ezzel lehet egyébként az izraeli belpolitikára egy nagyon érdekes hatást gyakorolni. Hiszen ugye egy éve kb. Arról beszélünk, hogy az izraeli belpolitikában micsoda szakadás, micsoda válság, micsoda tüntetések vannak, szűnni nem akaróan. De pontosan tudjuk azt is, hogy amikor Izrael államot bármiféle komoly fenyegetés, vagy ne adj Isten egy ennyire súlyos támadás éri, akkor összezár mindenki. De ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy hát ez majd meglátjuk, hogy utána mi lesz. Ez valószínűleg átmeneti, legalábbis az izrael szakértők ezt mondják. Ön egyetért azokkal a szakértőkkel? Több szakértő volt ön előtt, már közel-kelet szakértők ebben a stúdióban, és egyöntetően azt mondják, hogy nagymester terv nem volt, tehát a Hamász akciójában nem volt egy stratégiai tervezés. Viszont az biztos, hogy volt, és elhangzott egy olyan vélemény, hogy a Hamásznak azért kellett most ősszel lépni, nem csak azért, mert a háttérben volt egy izraeli-szaudi közeledés és iráni felbújtása, vagy anélkül a Hamász ezt meg akarta torpedózni, hanem egy olyan vélemény is elhangzott, kérem, hogy reflektáljon erre, hogy a Hamász és a mögöttel álló bármilyen erők belátták, hogy Izrael a haditechnológiai fejlődésben olyan kvantumugrás előtt áll, drónfejlesztések és egyéb fejlesztések, hogy most van egy olyan alkalmas időpont még, ami nyilván egyetért önnel, hogy az Izrael most is előnyben van, de a közeljövőben még egy kvantumugrás előnyben, ezt most lehet még elkapni katonai, most lehet a legjobb nagy fájdalmat okozni Izraelnek ebben. Egyetért, hogy az időzítésnek egy ilyen faktora is lehet? Hát ez nyilván olyan ember kell, aki ért a katonai technológiához, én nem ez vagyok. Nekem ez nem jutott eszembe, de valószínűleg csak azért, mert nem került ilyen tanulmány vagy elemzés a kezembe. Én inkább két dologra gondolnék, vagy azok alapján, amik nekem a kezembe kerültek, két dolog látszik. Az egyik az, amit ön is, és ezek szerint nyilván minden korábbi szakértő is említett, hogy Izrael állam mai napig azzal küzd, hogy a térség legtöbb állama hivatalosan, nyíltan nem ismeri őt el. Ugye szinte közhely, hogyha az ember közel-keleti légitársasággal utazik, elég könnyű a fedélzeti újságban olyan térképet találni, amelyen nincs rajta Izrael állam. Ami persze mindenki tudja, hogy nem így van, mert Izrael ott van és ott is marad. Na most a nyilvános elismerés az ugye nem történt meg. Ami elég nehéz is, hiszen a nyilvános elismeréshez az is kellene, hogy egy államnak meglegyen a nemzetközi jogilag meghatározott területe, és itt ugye megszállt területekről van szó, amely fölött a nemzetközi jog nem ismeri el az izraeli szuverenitást, de ez egy másik irányba vinne. Na most az történt ugye, hogy összesen a 67-es háború éra úgy véget, hogy az összes arab állam, ugye ők vannak 21-en plusz a palesztinok,
Az összes arab állam elfogadja az úgynevezett, illetve hát bocsánat, 67-ben még például Bahrein meg az emírségek nem is önálló államok, utána 71-72-ben lesznek független államok. Tehát az arab államok kimondják a három nem politikáját, ez Khartoumban, Szudán fővárosában születik meg. Nem állnak szóba Izraellel, nem kereskednek Izraellel, nem tárgyalnak Izraellel, nem kötnek békét Izraellel, Ehhez képest majd Egyiptom lesz az első nagy kiugró, ugye 1979-ben Camp David-i megállapodása következtében Egyiptom és Izrael békét köt. És ugye ez egy óriási ugrás, hiszen Egyiptomot emiatt a teljes arab világ kiközösíti. Azt az Egyiptomot, amely korábban Gamal Abdel Nasser alatt az arab világ megkérdőjelezhetetlen vezetője volt. Még akkor is, ha az öbölbeli arab monarchiák nem annyira szerették, de hallgatta. Na most, igen, utána, amikor elindul a hidegháború végekor, még a Szovjetunió és az Egyesült Államok értő bábáskodása mellett az arab-izraeli békefolyamat Madridban, akkor majd 1994-ben Jordánia gyorsan-gyorsan megköti a maga békéjét Izraellel. A palesztinok meg egy évvel korábban, 93-ban jön ez az oszlói megállapodás, ami ha tetszik békekötés, ha nem tetszik nem az, hiszen a palesztinokat az izraeliek nem ismerik el államnak, nincsen palesztin állam. Nagyon vigyázni kell, háború és béke a nemzetközi jogban ma is állami tényezőhöz kötődik. A palesztin felszabadítási szervezet nem állami tényező. Van egy megállapodás, ami szerintem akkor korszakos jelentőségű. Ma pont 30 évvel vagyunk utána, nagyon kritikusan nézi mindenki, hogy nem volt jó, ezért nem volt jó, azért nem volt jó. Én azért visszaemlékezve azokra az időkre úgy gondolnám, hogy akkor az ott igenis korszakos jelentőségű megállapodás volt. És akkor utána ugye megy tovább a helyzet, és változatlan a közös arab álláspont, immár két ország nélkül. Jordániát sose közösítik ki, Egyiptomot majd az iraki-kuvaiti háború kapcsán visszafogadja az arab világ, de a közös arab álláspont, hogy nem ismerjük el Izrael államot, és időről időre adódik olyan helyzet, legutóbb 2003-ban, amikor az összes arab ország letesz az asztalra egy béketervet, ez a 2003-as úgynevezett szaudi béketerv, ami nagyon fontos, hogy szaudi béketervnek hívják, a szaudiak terjesztik elő, innen adódik az összes további, hogy hiába pontosan tudjuk a 2000-es években, hogy minden arab állam a Perzsa-öbölben, hát talán Irakot kivéve, de még ebben se vagyok teljesen biztos, de az arab monarchiák a Perzsa-öbölben, mindegyiknek egyre szorosabb kapcsolatai vannak Izraellel, de nyilvánosan nem ismerik el. És ehhez képest jön az Ábrahám megállapodás, amire azt mondja az öbölben ugye két arab állam, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein köti Izraellel. Az emírségekének a nevében benne van, hogy békeszerződés, peace treaty, ott van benne, Bahreiniben nincs megállapodás, illetve majd Marokkó és Szudán köt ilyeneket. És tulajdonképpen az az érvelés, hogy a teljes arab frusztrációval szembevenve, hiszen nem sok, összesen két összarab ügy volt, a palesztin kérdés és az izraeli nukleáris fegyverek kérdése. Mind a kettőben az arab országok együttesen és egyenként is folyamatosan kudarcot vallottak. Semmiféle nemzetközi fórumon nem sikerült elérni, hogy a megszállt területekről Izrael vonuljon ki, stb. Palesztin állam legyen. És akkor jön ez az Ábrahám megállapodások, amelyekben azt mondja ez a négy állam, hogy már próbáltuk a háborút, próbáltuk az erőszakot, még a békét nem próbáltuk. Hát ezzel érvelnek, de az igazság, hogy az arab közösség többi tagját nagyon megrázták ezek az Ábrahám megállapodások. Maga a tény, olyannyira, hogy például Kuvait emírje, ahonnan végképp nem várnánk, hogy valami radikális hangot üt meg, de minden esetre elmondja, hogy Kuvait a maga részéről határozottan nem köt Ábrahám megállapodást Izraellel. Az egyik ilyen érvük az volt, ha jól tudom, én is beszéltem arab nagykövetekkel az elmúlt években,
többek között az Mírségek nagykövetével, aki védte a döntésüket, gazdasági okokra hivatkozva, főleg meg, hogy a béke stabilitás nem lehet Izrael nélkül megkötni, de akik ellenérvet mondtak, azok azt mondták főleg, hogy a palesztin kérdés az jegelve van, és ez egy botrány, egy arab, igazi arab álláspont, palesztin kérdés rendezése nélkül Izrael nem köthet megállapodást. Erre az volt pont ennek a négy arab államnak a válasza, de leginkább a két elsőnek, az Emírségeknek és Bahreinnek, hogy 2020 augusztus-szeptemberében született az első megállapodás, 2020 nyarán Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a Cisziordániát, a Jordán folyó nyugati partját most már nem csak megszállják, hanem annektálják. Azaz innentől kezdve Izrael állam területeként kívánják elismertetni. És ezeknek az ábrán megállapodásoknak a része mindössze annyi volt, hogy átmenetileg Izrael felfüggeszti ezt a szándékot. Benjamin Netanyahu elmondta a beszédekben akkor, hogy átmenetileg lemondanak az annektálásról, felfüggesztik. De arról nem volt szó, hogy ezt majd nem folytatják. Viszont az arab országok meg ezzel érveltek, hogy lám-lám sikerült ezt elodázni, ha teljesen nem is, de elodáztuk, tehát végül is mi tettünk a palesztinokért valamit. Ezzel együtt nem volt túl kedvező, és egy nagyon necces történet, mert ha arra gondolunk, hogy négy ábrán megállapodás született 2020. szeptember és december között, hol a többi? Nincs több. Tehát igen, nem volt egy kormányzatváltás, hogy a Trump után jött Biden. Lehet, hogy erre mi kitérünk. De Biden is szerette volna folytatni az ábrán megállapodásokat. Csak ugye más erő, ugye a Jared Kushnernek a vehemencia és kapcsolatrendszere vitte ezt az inerciát előre. Hát én azt hiszem, hogy Jared Kushner nem sem tudott motor. Volna, de akkor ő volt a motor tagadhatatlan, de én azt gondolom, hogy annál nagyobb energiákat, nyomásgyakorlást, mint és amekkorát a Biden kormányzat, főleg az utóbbi egy évben kifejtett azért, hogy Szaúd-Arábia hajlandó legyen egy ábrán megállapodást kötni Izraellel, szerintem ennél nagyobb nyomást a Trump kormányzat és Jared Kushner sem tudott volna tenni. Akkor helyben vagyunk a háttérben, nyár végén és kora ősszel, tárgyalások zajlottak a két állam között, amerikai közvetítéssel, Izrael és Szaúd-Arábia között. Innen indult a beszélgetésünk, hogy a Hamas akciójának lehet egy ilyen éle, hogy ezt megtorpedozza. Ez biztos, hogy benne volt. Hogyha nem lett volna október 7-e, és a Hamas még üldögélt volna az övezetben nyugodtan fegyverkezésre készülve, de nem robbant most ősszel, akkor ez így novemberig, decemberig, még ebben az évben létrejött volna ez a megegyezés? Én azt gondolom, nem csak azt gondolom, hogy novemberig nem, hanem szerintem hosszabb távon sem. Tehát nem volt olyan egyszerű magyarán a közeledés mégsem. Nem, és nem azért, mert ne akarta volna mind a három fél. Tehát nem erről volt szó, hanem mindenkinek olyan szempontjai voltak, amelyek az ő szempontjából feladhatatlanok voltak. És akkor nézzük először, hogy a szaudiak három követelést tettek. Az egyik követelés az volt, hogy Szaúd-Arábia egy hiteles amerikai védelmi garanciát kért. Miért mondom azt, hogy hiteles? Hiszen ugye azt szoktuk mondani, hogy 1953-ban azon a hadihajón, amikor az akkori amerikai elnök és a szaúdi király megegyeztek, igen, de a szaúdiak nagyon rossz tapasztalatot szereztek. Egyébként éppen Donald Trump elnöksége alatt. Talán emlékezetes, hogy Trump elnökség utolsó évében drónokkal találat ért egy szaúdi olajfinomítót és egy szaúdi olajmezőt. Egyébként nem Irán felől jött, hanem délnyugat felől, Irán meg keletre van, tehát ez azért... Jemen felől. Valószínűleg, igen, valószínűleg... Ahol meg az Irán támogatású úszik vannak, tehát itt volt egy ilyen... Erre az Irán támogatásra térjünk majd ki, mert ez egy olyan jó nem akarom erőltetni, csak ugye ez a pecsét van rajta. Igen, természetesen van kapcsolat, köztük van, de szerintem erre térjünk ki. Tehát az első követelés az volt. És akkor talán emlékszik mindenki, hogy Donald Trump, aki a tweeteknek az embere volt, egyszer csak beletweetelte a világ arcába, hogy mit tudom én, fél órával vagy egy órával a támadás megindítása előtt leállítottam a támadást. Ugye az lett volna, hogy ők a szaúdiak védelmében most valakit véletlenül Iránt megtámadják, de ez nem történt meg. És a szaúdiak tanultak a leckéből, egyébként mindenki más az öbölben, mert a támadás után egy héttel az Emírségek delegációja Teheránban tárgyalt. És néhány héten belül megindult a hátsó csatornákon a szaudi-iráni egyeztetés is.
Tehát azért kínai volt ennek... Nem, szerintem tavasz. Akkor még nem ja, bocsánat, volt kínai. 2000, a kínaiak 2000, szerintem világos, csak odaálltak, hogy na, volt. Ide figyeljetek, ezt mit csináltuk, és közben nem, hát jó, Kínában mondták ki a végét. De most maradjunk ennél, hogy mik a szaudi követelések. Tehát az első, hogy egy hiteles védelmi garanciát kérnek. A második, hogy a legmodernebb amerikai fegyvereket kérik. Ugye az ember azt gondolja, hogy ha van pénzem, azt veszek, amit akarok. Hát igen, de fegyverkérdésben ez nem egészen így van. Van egy hallgatólagos vagy nem hallgatólagos megállapodás az Egyesült Államok és Izrael között, hogy a legmodernebb technológiát, fegyvertechnológiát mindig csak Izrael kapja meg. A többiek a térségben mindig csak annál egyel, kettővel, többeddel, ha egyáltalán eladunk nekik, gyengébbet. Ez egy nagyon fontos momentum. A szaudiak azt követelik, hogy mi is ugyanazt a technológiát kapjuk meg, és vagy vehessük meg. És a harmadik pedig az, hogy az amerikaiak segítsenek Szaúd-Arábiának egy kisléptékű civil nukleáris program elindításában. Na most a nukleáris programokról annyit érdemes talán tudni, hogy mindaz, ami nukleáris, az upstart, lehet civil és lehet katonai felhasználás, ezt majd én döntöm el, illetve hát nyilván felhasználó dönti el, hogy milyen célra kívánja használni, és ráadásul ez az a kérdés, ahol az amerikai kongresszus is rettenetesen óvatos, ugyanis éppen a szaudi trónörökös szájából hangzott el többször az a mondás, hogyha Iránnak atomfegyverei lesznek, akkor szaudiaknak is lesznek, és szaudiaknak is atomfegyver, stb. Stb. Ugye Iránnak nincsen máig atomfegyvere, és a hivatalos iráni álláspont az, hangsúlyozom, a hivatalos iráni álláspont az, hogy Irán nem akar, nem szándékozik, sőt tilos neki atomfegyvert fejleszteni. Erre van egy vallási dekrétum, egy nukleáris fatva. Amíg Hamenei él, én nem gondolom, hogy ezt bárki visszavonhatja, vagy megváltoztathatja, de természetesen mindig ott lehet a kétely, ez nyilvánvaló. Tehát ilyen módon az Egyesült Államok nem akar legmodernebb fegyvert eladni Szaúd-Arábiának, mivel mégis meggondolják magukat, és másfele fordítják. Ráadásul a szaudiak hátában ott zajlik a jemeni polgárháború, ami, legyünk őszinték, azért ott is igen sok áldozat volt amerikai fegyverek által, ugye a szaudiak kezében levő amerikai fegyverek, stb. Által. Úgyhogy azért az Egyesült Államok nagyon óvatos ebben a tekintetben, és a másik meg hát a nukleáris program. Hiába a civil célú nukleáris program, azért az egy rettenetesen bonyolult, annak az ellenőrzése, ellenőrzési mechanizmusa, stb. Úgyhogy ezek a szaudi követelések, vagy kérések. Ugye? Hogyha megengedi, az amerikai szempont az azért érdekes, mert még a Trump időszakára visszaugrunk, akkor itt a nagy mesterterv Amerika részéről az volt, hogy egy szunnita izraeli szövetséget összehozni, nyilván az Ábrahám megállapodások körül, a bilaterális egyezményekkel, békeszerződések, annak nevezik, vagy bárminek, de egy olyan katonai tömböt hoznak létre, ahol a szunnita arabok összefognak valamilyenképpen Izrael Amerikával, és a Irán elszigetelése ellen törnek. Ez a mesterterv, ez működhetett volna? Esetleg, hogy a Trump ismétel egy ciklust, és ő az elnök, és Izrael, Szaudi, a között összejön valami? Volt realitása? Nem, hát nyilván papírforma szerint jól néz ki, de most gondoljon bele, egy szunnita muszlimnak is az iszlám harmadik legszentebb helye Jeruzsálem. Ha Jeruzsálemben a zsidó telepesek, vagy a konzervatívabb gondolkodású izraeliek, vagy akár az izraeli kormánynak olyan tagjai, akik most már olyanokat mondanak bele a világ arcába, hogy hát egészen megdöbbentő, akkor Jeruzsálem attól még az iszlám szent helye. Amikor a telepesek fölmennek a templomhegyre, és ott elkezdenek, nagyon rossz szót mondok, elnézést kérek érte, randalírozni a sziklamecset és az Al-Aqsa mecset között, és ne adj Isten ott hívőket vagy imádkozókat háborgatni, akkor ott nem az számít, hogy szunnita a síita Iránnal szemben, akkor ott az iszlám előbbre való lesz, az iszlám összefogás, mert Jeruzsálem az mind a három monoteista vallásnak kiemelt szent helye. Azzal nem lehet tréfálni. Tehát a nemzetközi közösség már 47-ben az ENSZ megosztási tervben az volt az elképzelés,
papíron tök jól nézett ki. Ma is felmerült már ez a gondolat egy esetleges majdani rendezésben, hogy Jeruzsálemet helyezzük nemzetközi igazgatás alá. Hát ez a papíron nagyon jól néz ki. Nincs olyan meggyőződésem, hogy nincs olyan izraeli állampolgár, és nincs olyan zsidó, talán világszerte sem, aki azt mondja, hogy Jeruzsálemet mi feladhatjuk. És ugyanúgy ezt mondom, hogy nincs olyan, nem is csak arab, hanem muszlim, szerte széles, 1,8 milliárd emberről beszélünk. Nincs olyan muszlim, akinek azt lehet mondani, hogy hát figyeljetek, nem tudjuk garantálni, de nemzetközi ellenőrzés alá tesszük, és aztán hát majd meglátjuk. De volt egy szaudi tervezet 2002-ben, amely 67-es határok nyilván, ami Izrael számára 67-es tűzszüneti vonalak, ugye ez ebben a szép, nincsenek határok, igen, tűzszüneti vonalak. Tehát oda visszatér, és ez a földrajzi geopolitikai helyzetbe, földrajzi helyzetre a telep, a land grab nevű folyamat hatására, hogy most megnéznénk a térképet, amit sajnos nem tudunk megmutatni, ahogy a terjeszkedés történik, amit tetszett említeni, a falakkal, biztonsági katonai posztokkal összekötött cisziordániai területeken lehetetlen már egy összefüggő palesztin területet létrehozni, és ott van a Gáza, most háborúban. Hát ugye kezdjük, tehát, hogy még hova hogyha, lehet visszatérni? Még ha akarnánk is, ugye lenne három terület. Mert lenne a Cisziordánia, lenne Kelet-Jeruzsálem, ahol még mindig beszélünk félmillió arab lakosról, akiknek ez az ők nagypapájuk házában laknak. Zsidó telepesek időnként néhány családot kidobálnak a házaikból, de hát ez van. És ott van Gáza. A három, e között a három entitás között sem lehet biztosítani a zavartalan folyamatos átjárást. Ami persze izraeli biztonsági szempontból érthető, de ugyanakkor meg ez az egyik oka annak, hogy nem tudnak választásokat tartani a palesztinok. Palesztin oldalon is van rengeteg oka annak, hogy miért nem voltak választások, tehát nem akarom én csak az egyik félre rátolni, de ez például egy konkrét fizikai akadály. És utána a Cisziordánia ugye úgy néz ki, amely mint egy ementális sajt nagyjából. Tehát palesztin házak, palesztin földek, izraeli állampolgár zsidó telepes házak, földek, települések, mindenki körülvéve kerítéssel, és az innen-oda, onnan-ide keresztbe kasul vezető utak, úthálózat is elkerítve, és hogyha valaki Jeruzsálemből akar Ramallába elmenni, van gyönyörű autópálya, lehet menni. De van egy kapu, és ott nem az autópálya matricát nézik, meg hogy befizettem-e az autópályadíjat, hanem az, hogy zsidó vagyok-e, vagy nem vagyok zsidó. És azon az úton csak zsidók mehetnek végig. Az arabok menjenek másfele, másik úton. És ez azért borzasztó, iszonyú nyomás gyakorol pszichésen mindenkire egyértelműen. És hát ne felejtsük el, hogy az izraeli állam szempontjából ez micsoda erőfeszítésekkel, költségekkel jár, amint hogy most ez a hadművelet is. Az összes tartalékost, vagy majdnem az összes be kellett hívni. Azok addig nem dolgoznak a munkahelyükön. Itt fizetést kell nekik adni. Adott esetben a családjaikat kárpótolni a veszteségekért. Hát akárhogy is lesz, ugye a Cisziordánia helyzet, de azt megállapíthatjuk, hogy egy illúzióval Izrael ezzel a háborúval most kevesebb lesz. Mégpedig azzal az illúzióval, hogy a palesztin kérdés rendezése nélkül meg tud egyezni az arab államokkal. Ezt kimondhatjuk, ugye? Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagy meglepetés volt, hiszen Izrael szempontjából elhangzott különböző politikusoktól, különböző fórumokon, akár itt Budapesten, Avi Liebermantól, hogy hát ezzel az alacsony intenzitású konfliktussal együtt tudunk élni. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy ami most meglepte Izraelt, meglepte a palesztinokat is szerintem, meglepte a környezetet, a szűkebb és tágabb térséget és a világpolitikát is, hogy úgy tűnik, hogy még sincs normalizáció a palesztin kérdés rendezése nélkül. Amiben én azt gondolom, hogy a nemzetközi közösségnek igen nagy felelőssége van, hiszen a nemzetközi közösség miközben fenntartja a nemzetközi jogot, aközben itt azért mégis megszállt területekről van szó évtizedek óta, ahol a lakosságnak a jogi státusza nem megoldott. Lesz-e két állami megoldás? Ugye ez a nagy
ultima ratio kérdés, mert ezen nem sikerült 30 év alatt egy momus vodus vivendit kidolgozni, és most az a kérdés, hogy ez a trauma, amit ez a háború okoz, beleszorítja az izraeli kormány, Netanyahu kormányt egy olyan kompromisszumba, hogy a saját biztonsága miatt belekényszerül abba, hogy valamit azért ő is ajánljon a palesztinoknak. Én azt gondolom, hogy két államos megoldás nem tud lenni. Nem lehet. Egyszerűen azért, ha formálisan közelítjük meg, ugye a Montevideói egyezmény szerint az állam elsődleges ismérve a terület. Na most itt már nincsen egybefüggő terület, itt már nem is csak három területről lenne szó, hogy Cisziordánia, Kelet-Jeruzsálem, gázai övezet. Itt már Cisziordánia is szanaszét van szabdalva, ugye az újabb és újabb telepek, zsidó telepek létrehozásával, az elkerítéssel, a házak, a tulajdonok, az utak maguk is. Tehát nincsen egybefüggő terület, sőt az a terület is, ami palesztin tulajdonban van, egyre inkább csökken, és egyre jobban húzódik össze. Mi lehet akkor a megoldás? Hát ugye, ha nincs egybefüggő terület, ugye, hogy az izraeli zászló két kék csíkja is a folyó és a tenger közötti területet ábrázolná, vagy erre utalna, ezen a területen akkor egy állam van. De ezzel két probléma van. Az egyik probléma az, hogy a nemzetközi jogban nem ismerjük el azt, hogy erőszakkal vagy fegyverrel lehet területet szerezni, már pedig ez az lenne. Ha ezt elismerjük, akkor mi van a Krímben, mi van Ukrajnában, és mi van a világ más részein, amire valljuk be, jóval kevésbé figyelünk. Tehát ez az egyik probléma, hogy akkor a saját magunk által kreált és fenntartott és fennen hirdetett nemzetközi jogba ütközünk bele. A másik probléma pedig az, hogy a folyó és a tenger között, és most már nem a szomszédos államok palesztin menekült táboraival együtt, hanem azok nélkül. Tehát Izrael területén, ne felejtsük el, van 2 millió izraeli állampolgár arab. Izrael területén és a megszállt területeken élő arabok, palesztinok és az izraeli nem arab lakosság, főleg zsidó lakosság aránya mára kiegyenlítődött. Annyian vannak, körülbelül 7-8 millióan, körülbelül 7-8 millióan. Na most ebből a 7-8 millió arabból vagy palesztinai arabból 2 milliónak tehát van állampolgársága, de ott van 6-8 millió, akinek semmiféle állampolgársága, jogi státusza nincs. Ha egy államról beszélünk, akkor hogy fog az kinézni, hogy 18 millióból 6 milliónak nincsen jogi státusza abban az államban? Ugye erre Dél-Afrika már tavaly tett javaslatot, ők tudják, hogy ezt hogyan kell nevén nevezni. Tehát, hogy Izrael előtt olyan megoldandó kérdések állnak, amelyekből azt hiszem, hogy a jelenlegi izraeli kormány sem látja a kiutat. És hiába mondjuk azt, hogy jó, akkor Izrael menjen vissza a 67-es határok közé, ne felejtsük el, ami Cisziordánia, az az ígéret földjének a közepe. Itt fog a messiás visszatérni. Nincs olyan vallásos vagy főleg a konzervatív vallásos zsidóság között nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy innen kivonulunk és ezt feladjuk. És tekintettel az izraeli belpolitika alakulására, ahogy újabb és újabb koalíciók, ugye az elmúlt 2-3 évben 5 választás volt Izraelben, újabb és újabb koalíciók állnak föl. Benjamin Netanyahu újabb, egyre jobbra és jobbra kell, hogy szövetségeseket keressen. Tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy még ha ő maga személy szerint akarná is, ezeket az engedményeket nem tudja megtenni. Tehát ebben a pillanatban ilyen szempontból én nem látom a megoldhatóság kérdést. Persze erre voltak, akik azt mondták, hogy adjanak a palesztinoknak is állampolgárságot, vagy ismerjék el az állampolgárság, a palesztin állampolgárságot, de ha lehet egy állam terület nélkül, akkor a palesztinok már 1988 óta azok, hiszen Yasser Arafat Tuniszba kikiáltotta a palesztin államot. De akkor ezzel megint probléma van. Na most a megoldás, hogy mi lehet, én azt gondolom, hogy nagyon súlyos kérdések vannak, mert gázai övezetben akármeddig tartanak a támadások, sokan Izraelben azt mondják, hogy Netanyahu már a túszokat be is áldozta, és legyünk őszinték, az ilyen bombázásokban, ami ott zajlik, igazából akárhány túsz áldozatul eshetett magának a bombázásnak is, akár, nem tudhatjuk.
bármilyen rettenetes. Szóval egyszerűen, igen, szóval... Igen, ez, a, ez az emberi oldal. Ez borzasztó. Ha megengedi, ezen az, mert a tuszok az egy emberi oldala a történetnek, viszont még egy államot ne hagyjunk ki a mai beszélgetésünk, az Irán legyen, hiszen ön Irán szakértő, ha megengedi, akkor ragaszkodnék ahhoz, hogy erről még szót ejtsünk, hogy ebben a túlnyert Hamas helyzetben, amiről már szót ejtöttünk, hogy itt egy olyan bomba robbant október 7-én, ami geopolitikai hullámokat kavart, Iránnak mi a végső érdeke? Mert említette, hogy a háború nem. Látjuk, hogy a proxy erőink keresztül azért aktivizálódik, ott van a Hezbollah északon, de Irán mit tud ebből a helyzetből kihozni? Mi az, ami az Irán érdekből Izrael gyengülésén esetleg túl még elérhető lehet? Egyrészt ne felejtsük el azt, hogy az Egyesült Államok és vele együtt Izrael is 2011-12-13-ban rendszeresen két-három havonta szivárogtak ki tervek a Pentagonból, vagy Jeruzsálemből, vagy Tel Avivból, hogy hogyan és mint kellene megtámadni Iránban a nukleáris infrastruktúrát, vagy akár Iránt. Ráadásul 2003 óta Irán nagyon érzékeny a regionális helyzetre, ugye 2001-ben és 2003-ban Irán megtanulta a leckét. Ha az Egyesült Államok rendszert akar váltani valahol, azt meg is teszi. 2001-ben Afganisztánban, Irán keleti szomszédjában, 2003-ban Irakban, Irán nyugati szomszédjában. Ráadásul a 2003-as háborút követően Irán körbenézett, és azt látta, hogy bármerre néz, mindenütt amerikai vagy amerikaiakkal szövetséges hadseregek veszik őt körül. Nem ő miatta voltak ott a térségben, de ráadásul az Egyesült Államok külügyminisztériuma, akár az elnök is időről időre megüzente, hogy rendszert akarunk váltani Iránban, sőt volt olyan év, amikor az amerikai költségvetésben külön tétel szerepelt 90-valahány millió dollár az iráni rendszerváltás végrehajtására. Na most ebből Irán mire következtetett? Elrettenteni kell, meg kell védenie magát. És ekkor tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ide vezethető vissza az, hogy a korábbi szórványos, térségbeli, ilyen-olyan, amolyan, fegyveres, de nem feltétlenül csak fegyveres szervezetekkel való kapcsolatrendszert elkezdik építgetni, fordozgatni, és tulajdonképpen amit látunk, az egyfajta ilyen előretolt, elrettentő erő. Ez a, volt, aki úgy fogalmazott, hogy Iránnak a nemzetközi milícia serege. Ami azért nagyon nehéz kérdés, mert igazából ember nem tudja mondani, hogy ez a, sőt, erről most már nagyon komoly cikkek születnek éppen a jelenlegi konfliktus kapcsán, hogy vajon Iránnak mekkora ezekre a csoportokra, mert ugye itt szanaszét vannak, főleg Irakban vannak, Szíriában vannak, Libanonban vannak, a Hamász, Hamászt hol támogatta Irán, hol nem támogatta. Most ugye ezek mindig egy nagy kérdés, hogy a támogatás az kinek szól és minek szól. Itt megjegyezném zárójelben, hogy Katar évek óta sok millió dollárral támogatja, ő adja a humanitárius segélyt folyamatosan, a megélhetést a gázai övezetbe, Izraellel megállapodva, és lám most Katar is előugrott, mint egy rossz politikai aktor, amely a Hamász támogatja. A Hamász a gázai övezetben önkormányzati szolgáltatásokat is nyújt. Tehát most az, hogy a Hamásznak merényletekre adtuk-e a pénzt, vagy pedig arra, hogy a lakosságnak fizetést adjon például, ezt ember meg nem de tudja. Az egy deklarált cél, hogy Irán gyengíteni szeretné a zsidó entitást, a cionista entitást, nem is Irán, nevezi Irán védekezni ezt... szeretne elsősorban. Tehát ha Iránról beszélünk, akkor azt kell figyelembe vennünk, Iránnak egyetlen egy prizmája van, egyetlen egy szemüvege van, amin keresztül mindent néz, és így lehet az, hogy egy szunnita Hamászt támogat, így lehet az, hogy a Kaukázusban a keresztény örményeket támogatja a síita azeriekkel szemben. Tehát egyetlen szemüveg van, a jelenlegi Velayete Fakih, az iszlám kormányzásnak ezt a tipikus síita rendszerét, modelljét fenntartani. Éppen ezért Irán évtizedek óta nemzetközi szankciók alatt áll. Irán pontosan tudja, hogy ő nem indíthat háborút, mert biztos, hogy legyőzi őt mindenki.
megtanulja a leckéket. Mit tud csinálni? Úgy csinál, hogy van egy hálózata, de a hálózatnak nem feltétlenül ő adja a parancsot, hogy most akkor te kezdj el lőni, te meg éppen ne kezdj, hanem majd holnap, nem így van. Ezek a szervezetek, ezek a különböző milíciák saját érdekeik mentén, saját értékítéletük mentén működnek. Egy nagyon érdekes elemzés jött ki, egy héttel talán az események után, elmentek meginterjúvolni Irakban levő milíciákat, amelyek Iránnal is úgymond szövetségben vannak. A milíciák egy része fel volt háborodva, hogy mert a Hamász ilyet lépni, anélkül, hogy egyeztetett volna velünk, és most akkor elvárná, hogy mi jöjjünk a segítségére. Hát nem. És ugye ezzel cseng egybe a Hezbollah, libanoni Hezbollah, ugye mindenki azt várta, azért vonult oda az izraeli hadsereg is, amikor Cisziordániában fegyveres összecsapások vannak, akkor fölvonult meg oda a libanoni határa is, mert majd a Hezbollah. És akkor tegnap vagy tegnap előtt ugye adott a Hezbollah vezetője, Nasrallah Sheikh egy interjút, és az egész világ elképedve nézi, hogy miközben igen, hát hajrá, de a közben hát mi mégsem. Igen. Ez egy nagyon érdekes, köszönöm, hogy feltetszett ezt vázolni, és egy nagyobb képpel zárnánk a beszélgetésünket. És ez az, hogy a Közel-Keleten ott van egy újabb közvetítő erő, egy nagy hatalom, Kína. A tavaszi szaúdi-iráni összeborulásnak a nagy kezdeményező és végrehajtója az Kína volt. Amerika ellensúlyozására már a Közel-Keleten is ott van, Oroszország ott van, Szíriában, egyéb helyeken, a törököknek is vannak nagy terveik. Egy geopolitikai átrendeződés van maga a régióban október 7-e nélkül is, de most ezzel aztán végképpen egy tektonikai mozgások van. A kérdés az, hogy ez a tenge létezik a Közel-Keleten, a kínai, orosz, iráni tenge? Én azt gondolom, hogy én ezzel nagyon óvatos lennék, mert ez tényleg így néz ki, de az irániak pontosan tudják, hogy abban a pillanatban, hogy bármiféle közeledés indulna meg, ugye jelenleg úgy tűnik, hogy ez lehetetlen, de sohasem mondjuk, hogy soha. Bármiféle közeledés indulna meg Oroszország és az Egyesült Államok, vagy Kína és az Egyesült Államok között, minden iráni kalkuláció abból indul ki, hogy őket abban a pillanatban ott hagyják ezek a hatalmak egyedül, és nem vállalják fel. Az irániak nagyon gyanakvóak, az elmúlt 200 év iráni történelme erre őket jól megtanította. Ez az egyik. A másik az, hogy sem Oroszország, sem Kína nem mindenható. Oroszország egyrészt jelenleg el van foglalva Ukrajnával, eleve is már nagyon korlátozott képességekkel rendelkezett a Közel-Keleten, ott tudott megjelenni, ahol olyan helyzet alakult ki, hogy a nyugati hatalmak nem voltak hajlandók bemenni, Líbia, Szíria és így tovább. És most, amikor az amerikai hadihajók felvonulnak látványosan a földközi tengeren, illetve ugye a Perzsa-öbölben nyilván megint megmutogatják magukat, akkor most Oroszország ebbe a konfliktusba nem tud megjelenni, mert az egészen más konfliktust jelentene. Kína pedig, bár szemmel láthatóan egyre nagyobb, egyre komolyabb előretörése van a térségben, Kína, amit jelenleg egészen biztosan nem akar, átvenni az amerikaiaktól a security provider szerepét, és hát az, hogy mennyire ő neki köszönhető a szaudi-inári kiegyezés, nem igazi kiegyezés, mondjuk úgy, hogy tűrjük el egymást című történet, én inkább így fogalmaznék. Hát a nagy bejelentést megelőzően azért 5 forduló már volt Ománban és Irakban, tehát ez egy folyamatnak volt az utolsó eleme. Meggyőződésem, hogy a kínai egónak, külpolitikai identitásnak nagyon jól tett, hiszen mindenki arról beszél, hogy ho-ho, hát Kína itt összehozott valamit. Kína természetesen jelen volt ebben, de azért ne felejtsük el, hogy a kínai Közel-Kelet politikának is sokkal inkább gazdasági megfontolások az alapja és a lényege. Kína számára mi fontos abból, hogy itt az amerikaiak le legyenek kötve? Oroszország szempontjából az, hogy addig sem Ukrajnában vannak, Kína szempontjából, hogy addig sem Tajvanon vannak, vagy kevesebben vannak. Tehát Amerikáról pedig azt gondolom, hogy valaki úgy fogalmazott nem olyan régen, hogy Közel-Kelet az egy olyan mocsár, ami nem ereszt. Amerikának még mindig vannak olyan érdekei, és itt nem annyira arra gondolok, hogy a szövetségeseit megvédeni, de akár az is,
amelyek miatt neki ott kell, hogy legyen. Lehet, hogy neki nem kell már a közel-keleti olaj, mert van sajátja. De az, hogy neki ráhatása legyen arra, hogy a közel-keleti olaj hova megy és hova nem megy, hát az bizony igenis nagyon fontos. És azt még meg tudja tenni. Annyira még hegemon. Úgyhogy... Penetrated region egy a több külső hatalom közül, és nyilván máig a katonaiak a legerősebb külső hatalmak közül, amelyek ott vannak a közel-kelet térségében. Legyen ez a végszó. Azért húzok egy cezúrát itt, mert a időkeretünk miatt egy órákig tudnám még önt hallgatni, hogy tudnánk beszélgetni erről. Sajnos még fogunk is, mert a háború még dúl. És sajnos erről a szomorú eseménysorozatról még szerintem hónapokig fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Erózsa Erzsébetet hallották, kedves nézőink, hallgatóink, ez volt a Világrend heti műsora, jövő héten folytatjuk, viszontlátásra, viszonthallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.